Az elmúlt hét második felében Érden rendezték meg a Női Ökölvívó Magyar Bajnokságot. Négy korosztályban, 59 egyesület képviseletében, 163 boxoló lépett szorítóba. Az NVSC Big Boxing betegség miatt ugyan nem a tervezett létszámmal utazott el az OB-ra, de nyíregyházi versenyző így is volt minden korosztályban. Az öt Nagy Lajos tanítvány közül négyen éremmel tértek haza a bajnokságról. Sikeresnek mondom, mert az öt lányból egyetlen egy lány nem lett érmes junior korosztályban, a magyar bogi, de ő is jól boxolt, tehát minden dicséretet megérdemel. A többiek pedig érmesek lettek. Vastagsára Serdülő 57 kg-ban, Molnár Orsolya plusz 81 ifi, illetve Kovács Klára felnőtt 54, és Nagy Kitti pedig felnőtt 57 kg-ban, ő meg is nyerte. Klára ő ezüstérmes, illetve az Orsi is. A hatodik bajnoki címét megszerző Nagy Kitti már a tatai edzőtáborban készül. Az 57 kg-os versenyző a magyar válogatott tagjaként ott lesz a jövő hét elején kezdődő szófiai Európa-bajnokságon. Nehéz megmondani az esélyeket. Ez Európa-bajnokság, mindenki a legjobbjait viszi erre a tornára. Sok minden függ az ökölvívásban, az amatőr ökölvívásban a sorsolástól. Talán majd, ha látjuk a sorsolást, akkor már könnyebb esélyt latolgatni. Az országos bajnokságok közül idén még a felnőtt férfi OB van hátra, azon Kovács Rihárd képviseli majd az NVSC Big Boxing színeit. Szombaton pedig a székesfehérvári profigálán a nyíregyházi Kovács Zoltán a WBO szervezett Európa-bajnoki címéért lép majd szorítóba az orosz-tanzániai Komasz Cseha ellen.